Egy 26 éves helyi lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. április 27-ről április 28-ára virradó éjszaka Karcagi lakóházában órákon keresztül bántalmazott egy 17 éves helybéli lányt. A fejét is összevalták, úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy brutálisan megdébolták a fejét, a fejét, hát az álkapcály négy helyen tört el. Négy szóval helyen, tört, tört, igen, négy helyen tört el az állkapcája, a fejét összevalták az arcsontja is el van törve, a nyelőcsöve berepett. Úgyhogy borzasztó, borzasztó, hogy elintézték ezt a gyereket. Én nem tudom, hogy hogy, érdemelt az én gyerekem ezt, Mit, miért. Felmerült bennem a kérdés, hogy talán látott valamit, vagy tudott valamit, mert szimplán szerintem azért, hogy ő nem akarta azt csinálni, amit mondtak, azért, azért ezt az emberrel nem csinálják. Főleg nem egy ilyen kisgyerekkel, hát ő még egy gyerek. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított azt tervezte, hogy a kiskorú sértettet külföldre viszi, ott a felügyelete mellett prostitúciós tevékenység végzésére rábírja, majd megélhetését ebből fedezi. A sértett ezt megtagadta, ezért a terhelt brutálisan ütlegelte a fiatalt. A bántalmazás következtében a lány az elsődleges orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés szenvedett. Hát én úgy értesültem róla, hogy pénteken délbe telefonált egy ismerős, hogy a gyerekeket vitte a mentő, sajnos. Hát brutális, hogy elbántak vele, ezt, ezt elmondani szörnyű. Azt kívánom az édesanyjának és annak a fiónak, hogy ugyanezt élj át, amit mi, hogy se ne nappalunk. Az én gyerekem majdnem meghalt, az intenzíven van, az állkapcát meg kellett műteni, az arcsontja eltört. A rengeteg lelkisérülés, amire azt mondták, hogy pszichológus kell, hogy feldolgozza, ha fel tudja dolgozni, az egész testét összevelte megrugdosta, vagy nem tudom, mivel ütötte, de nem tudom, hogy miért érdemelt ezt a gyerekem. Egyáltalán hogy került oda, hogy nem nyújtott senki segítséget ennek a gyereknek? Hát ennek ordítania kellett. Nem hiszem, hogy valaki nem volt, aki segítsen ennek a gyereknek. Egy 40 kilós gyerekről beszélünk, egy szép kislányról, akinek eltorzította az arcát. A bűncselekmény helyszínére kiérkező rendőr-járőrök a lakcímén fogták el a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a férfit emberkereskedelem és munka büntet, valamint életveszélyt okozó testisértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A férfi tagadta a terhére rót bűncselekmények elkövetését. A nyomozó hatóság a gyanúsított őrizetbevételéről határozott, majd az illetékes bíróság elrendelte letartóztatását.